Októberben lassan fellélegezhetnek a parlagfű allergiások, ugyanis az egyre esősebb időjárásban már kevesebb a pollen a levegőben. Nem árt tudni, hogy a gyomnövénnyel szennyezett területeket egész október végéig írtani kell. Ellenőrzik, és bírság is kiszabható. Júliustól folyamatosan ellenőrizték a parlagfüves területeket és bírságoltak is a hatóságok, ahol nem írtották az allergiát okozó növényt 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő büntetést szabhattak ki. Ezeken a képeken a földhivatal idei parlagfű légifelderítő akciója látható, a szennyezett területet GPS koordinátákkal bemérik, és az úgynevezett parlagfű írtási rendszerre felkerül a parlagfüves terület. A mentesítési kötelezettség gyakorlatilag minden területre és minden tulajdonosra vonatkozik. A parlagfüves területeket egészen a növény vegetációs időszakának befejezéséig, azaz október végéig is ellenőrzik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében általában a mezőgazdasági területeken találnak több elhanyagolt parcellát. Tavaly a megyében 108,7 hektáron 171 területtulajdonos ellen indult eljárás, összesen 1 millió 920 ezer forint bírságot szabott ki a hatóság. Köszöntöm a stúdióban Sipos Tibort, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági növény- és talajvédelmi főosztályának főosztályvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét! Megfigyelhetünk-e valamilyen tendenciát a parlagfűírtással kapcsolatosan néhány évre visszamenőleg? Mennyire fegyelmezettek a termőföld, vagy egyáltalán a földtulajdonosok, mennyire gondosan tartják ezt a dolgot kézben? A korábbi évekhez képest sokkal jobb a helyzet. Bár ebben az évben az időjárási körülmények és egyéb körülmények miatt lényegesen több volt a fertőzött terület, mint az elmúlt évben, de azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy a terület gazdái, tehát a föld használóknak a jogkövető magatartása sokkal jobb, mint a mondjuk 10-15 évvel ezelőtti állapotban vagy időszakban. Csökken az a terület, ami rendszeresen elhanyagolt? A tapasztalatunk az, hogy lényegesen csökken, bár ez a pollen számban nem mindig vehető részt, mert bizonyára mindenki hallotta már, hogy egy-egy tő is nagyon sok pollen tud szórni, és bár a fertőzött területnek a nagysága az csökken, a pollen szám az elsősorban az augusztus 20-a környéki időszakban még mindig magas. Lehet-e valamit megelőzés céljából tenni, mondjuk talaj kezelésben? Természetesen a jó kultúrállapotú talajokon sokkal kevesebb a csira, illetve a magszám, a talajban elfekvő mag. A jó növényvédelmi technológia használatával is nagyon sokat tudunk tenni, illetve kisebb területeken egyszerűen a mechanikai védekezés az, ami a leghatékonyabb. Azt tapasztaltuk, hogy a tábla széleken, illetve az útszéleken van inkább probléma, tehát a nagyobb táblákon, a művelt területeken már elhanyagolható a fertőzés. Jellemző, hogy esetleg gondot okozhat az, hogy a tulajdonos nem mindig fellelhető, vagy gazdátlan területek fertőzik a többit? Itt is sokkal jobb a helyzet, mint az elmúlt években. Az osztatlan közös területeknek a tulajdonviszonyait egyre jobban rendezik, illetve van egyféle földéjség és kevesebb pallagon hagyott terület van, tehát sokkal több területet vonnak művelés alá. Talán majd ebben az évben is, és a következőben még fokozatosan jelenthet ideiglenesen átmeneti problémát az a zöldítésből adódó gond, ahol ugye valamilyen állókultúrát fognak telepíteni, vagy telepítenek a gazdák, és ott meg kell várni, hogy az a keverék, magkeverék, az kicsirázzon, kinőjön, és ott, ha parlagfűvel fertőzött a
területünk, akkor parlagfű is fog kijönni, de ez egy ide után majd rendeződni fog. Elmondhatjuk, hogy hogyha éveken keresztül rendszeresen gondosan írtják a parlagfüvet, akkor az egy idő után kisebb problémát fog okozni? Vagy ezt mindig nulláról kell kezdeni mindenit? Visszaszorul, tehát azt szoktuk megerősíteni, hogy ha nem művelünk egy területet, természetesen ilyen nagyon kevés van, akkor ez a sztyeppi vegetáció, ez a természetes vegetáció, ez egy olyan 5-8 év alatt teljesen visszaszorítja, de ha hozzányúlunk és egyetlen egyszer beavatkozunk egy talajművelő eszközzel, akkor a talajban levő magok újra kezdenek el csirázni. Ugye megfigyelések, illetve vizsgálatok vannak, hogy egy-egy mag évtizedeken keresztül csirázóképes maradhat. Mennyire hatékonyak a bírságolások? Ugye elhangzottak számok a bejátszásban, és arról is beszélt, hogy igazából a leghatékonyabb az az, hogyha művelés alá kerül egy terület, de nyilván azért a bírságolás is. Hát a bírságolás természetesen a hivatal nem szívesen teszi, ez az utolsó lehetőségünk arra, hogy irányítsuk a gazdáknak a tevékenységét. Néhány éve a megyébe légi felderítést végzünk, ezt próbáljuk korábban a felderítés végzése előtt már a sajton és egyéb utakon keresztül tudatni a földhasználókkal, és az a tapasztalatunk, hogy ennek nagyon komoly hatása van. A felderítés során is látjuk sokszor, hogy akkor végzik a mentesítést, így van. Illetve 2011-ben a mi megyénkben elindítottunk egy olyan programot, ahol a fiatalokat szólítjuk meg. Minden évben versenyt rendezünk a középiskolások, illetve általános iskolák felső tagozatosok részére, ahol próbáljuk a fiataloknak a gondolkozás módját irányítani, illetve a fiatalokon keresztül a szülőket is, illetve a felnőtteket is megszólítani, hogy tudatosan foglalkozzanak ezzel a problémával. Egy picit még maradjunk a bírságolásnál. Mennyire elrettentőek ezek a bírság összegek? De azért nagyon komoly összegek lehetnek, területnagyságtól függően, illetve a borítottság mértékétől függően 15 ezer forinttól kezdődik, és nagyon több millió forint is lehet ez a bírság. Még az is fontos, hogy ez belterületen vagy külterületen van. Belterületen sokkal magasabbak ezek az összegek. Azért sokkal pozitívabb a másik oldalról hallani, hogy egyre több földet vonnak be, és azért a fiatalok szemléletformálásával is foglalkoznak. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.